400 forint is lehet egy kiló kenyér. A múlt héten elkezdődtek a tárgyalások a pékek és a kereskedelmi láncok között. A Pékszövetség már januárban jelezte, hogy a munkaerőköltségek növekedése miatt muszáj árat emelniük a sütődéknek. A kenyér 30%-os áremelkedésével számolhatnak a vásárlók. Már az év elején jelezték a sütőipari vállalkozások, hogy a béremelések hatására nem kerülhető el a kenyér árának növelése. A múlt héten tárgyalásokat kezdeményeztek az áruházláncokkal. A sütődék, és azt szeretnék elérni, hogy legalább a munkaerő költségekkel járó kiadásaik egy részét tudják érvényesíteni áraikban. A sütőipari vállalkozások árbevétel arányos bruttó jövedelmezősége 2% körül van, a Pékszövetség szerint ebből nem tudnak fejleszteni a cégek. Az áruházláncok megértik a sütődék problémáját, és elkezdődtek a tárgyalások az emelésről. A hazai sütőiparban körülbelül 1000 vállalkozás működik itthon, a szakágazat bruttó termelési értéke mintegy 156 milliárd forint. A sütőipar megközelítőleg 23 ezer főt foglalkoztat. Itthon az egyfőre eső éves kenyérfogyasztás 37 kg körül alakul. Lakatos Tibor, a Magyar Pékszövetség alelnöke a vendégem. Jó estét kívánok, köszöntöm. Jó estét kívánok. Picit vázoljuk fel, hogy mik azok a tényezők, amik ide vezettek, hogy végül is nem kerülhető el az áremelés. A sütőipar egy nagyon élő munkaigényes ágazat, hiszen több mint 23 ezer embert foglalkoztat a sütőipar, és ami jellemző a sütőipar, hogy ezt a tevékenységet döntően éjszaka végzik. Na most január 1-től a megemelt minimálbér, és ugye a sütőiparban inkább a szakmunkás minimálbér jellemző, hiszen inkább szakmunkásokat kell foglalkoztatnunk, akik igényesebb termékeket készítenek, emiatt jelentős volt a költségnövekedés. Erre a megnövekedett szakmunkás minimálbére ugye a éjszakai pótlék, és ugye legtöbb esetben a hétvégi pótlék is, ami 100% pótlékot jelent, akkor is rávetődik, hiszen hétfőn és hétvégén is friss termékeket kell előállítanunk, és ez hatványozottan érinti a többi ágazathoz képest a sütőiparnak a bérköltség és a járók növekedését. Milyen arányban tolódott el az, ami hiányként keletkezett a sütődéknél? Én úgy gondolom, hogy ez a hiány kétféleképpen oldható meg. Az egyik megoldás, és tárgyalásban vagyunk a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy kompenzációt szeretnénk elérni a Magyar Pékszövetség. A másik megoldás pedig, ami kevésbé szeretnénk, de rákényszerülünk, hiszen mint az elhangzott a bevezetőbe is, a 2% körüli árbevételes nyereségből nem lehet ezeket a költségeket kigazdálkodni, kénytelen a sütőipar az áremeléshez nyúlni, amely, ahogy bevezetőbe is hangzott, nem olyan jelentős tényező, hiszen említettük, hogy 37 kg egy éves egyfőre jutó kenyérfogyasztás. Na most, ha egy 10%-os vagy 20%-os áremelést kiszámolunk, akkor ez éves szinten alig haladja meg az 1000 forintot. Tehát én azt akarom ezzel érzékeltetni, hogy nem lesz olyan óriási nagy költségnövekedést, viszont a sütőipar mindenképpen kell, hogy valamilyen forráshoz jusson, vagy állami segítséggel, vagy pedig a piaci viszonyoknak a költség érvényesítésével. Mennyire döng egy nyitott kaput a Pékszövetség, vagyis hogy mennyire fogadókész az állami segítségre például? Ígéretet kaptunk az államtitkártól, a héten is valószínűleg fogunk tovább tárgyalni. Itt igazából, amit említettem is, a pótlék, mint meg régen volt a bérkompenzáció, tehát ezt szeretnénk elérni, hiszen egy más ütép, más ágazathoz képest, ami az élelmiszerapra jellemző, ahol mindössze időzőjelben csak 90 ezer fő dolgozik, szemben 23 ezer fővel, tehát ez jelentős segítség lenne a sütőipari ágazatnak. Ugye a többi ágazatban nem igazán jellemző az éjszakai pótlék és a hétvégi, tehát nekünk igazából ez nagyon jelentős többletköltséget tesz ki. Egyáltalán van elegendő pék? Hát a másik probléma a nem elegendő pék is, hiszen mintegy 3000 pék hiányzik most a szakmából, tehát ennyi lenne szükség ahhoz, hogy a sütőiparban foglalkoztatni tudjuk teljesen a dolgozókat, tehát ez is egy másik probléma, és nyilván a bérköltség növekedése is többet költséget jelent.
hozzáteszem 167 ezer forint a sütőiparban az átlagos bruttó jövedelem, de ha most megnézzük a környező országokban, ahol jellemzően kimennek a pékek, azt hiszem 3, akár 4-szeres jövedelmet is megkeresnek. Tehát ezek is sújtják az ágazatot, hogy elvándorolnak a pékek, hiszen nagyságrendel többet tudnak keresni. Mi lehetne a megoldás? Mi az, amivel itthon lehetne őket tartani, vagy egyáltalán mennyire vonzó a fiatalok számára ez a szakma? Igen, a harmadik legnagyobb probléma, hogy a fiatalok számára egyáltalán nem vonzó ez a szakma, hiszen, mint említettem, döntően éjszaka kell dolgozni. Most az a 18-20 éves fiatal, aki ugye szeret szórakozni, tehát a hétvégét biztos süt, az éjszakait sem áldozza fel igazából jellemzően, hogy ezt a szakmát válassza, és hozzá kell tenni azért nagyon kemény fizikai munka, ahhoz képest, hogy ő mondjuk egy nappalos műszakba elmehet valahová dolgozni. Hát egyik megoldás lehet a felnőtt képzés, amelyben a Pékszövetség lépéseket is tett, hogy OKS képzések kapcsán a felnőtt képzésbe is bekapcsoljuk azokat, akik ez a szakma iránt érdeklődnek. Tehát ez elég komoly fizikai munka is. Komoly fizikai munka, meg egy éjszakai föntlét, tehát azért ezt hozzá kell szokni, és ezt a fiatalok nem igazán vállalják be. Hosszú távon mire lehet számítani, vagy mégis? Hát ugye egyik megoldás a nyugati példát figyelme véve a gépesítés, tehát igazából az lenne a megoldás, hogy olyan forrásokhoz jusson a szakma, EU-s forrásokhoz, amelybe gépeket tudunk vásárolni és gépesíteni tudunk. Ez ugye ellentmond a kézműves tevékenységre, de azt hiszem ez is a kényszer lesz, hogy gépesíteni kell, de ahhoz, hogy a mindennapi kenyerünket el tudjuk készíteni, és a vevőknek folyamatosan friss terméket tudjunk előállítani, azt hiszem ez is ezzel a megoldással oldható mindössze meg, úgy gondolom. Ugyanakkor az egészséges táplálkozás jegyében elég sok támadás érje, hogy úgy mondjam, a kenyérfogyasztást. Tehát ebben, ha ebben gondolkodunk, akkor viszont komoly fejlesztéseket kellene végrehajtani ahhoz, hogy egészséges kenyeret tudjunk fogyasztani. Igen, azt hiszem egyre jellemzőbb egyébként az igény az egészséges, főleg a teljes kiölésű termékek iránt. Ezért is ugye a december 19-én érdve lépett élelmiszerkönyv változás is segíti a vásárlókat, hogy jobban megismerik a termékeknek az összetételét, az energiatartalmát, a kalória felhasználást, és azt gondolom, hogy ez megint a vásárlók érdekében lesz fontos, hogy tudjanak választani, és keressék az egészséges táplálkozást. Ugye ez megint azt jelenti, hogy a kisebb volumenű termékeket megint nem lehet gépesíteni, azt azokat kézi munkával. Tehát nagyon nagy spirál, negatív spirál van a sütőipar. Mindenképpen állami segítségre szükségünk, hogy tovább tudjunk lépni. Ugye említette, hogy nem lesz nagy mértékű ez az áremelés, illetve hogy éves viszonylatban egy-egy családnak olyan nagy jelentőséget nem lehet, de valójában azért, ha leveszünk a polcról egy pici, mondjuk egy ilyen egészséges valamilyen kis kenyeret, azért az nem olcsó. Az nem olcsó, de ezeket ugye kézi munkával is kell előállítanunk egyszer, ami ugye szűk keresztmetszet is. Egyrészt, másik pedig ezeknek az alapanyagai az lényegesen drágábbak az egészséges táplálkodással készült termékeket. A liszt értéke lényegesen több, mint a hagyományos búzalisztből készült termékeknek. De én úgy gondolom, hogy ez arra ösztönzi a vásárlókat, hogy ne pazaroljunk a kenyérre, hiszen azért jellemző az, hogy az olcsóbb kenyereket a szemetesben is megtaláljuk. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó irány, hogy kevesebbet vásároljunk, de mindig friss legyen a vásároknak a lehetősége arra, hogy ezeket a termékeket megvásárolják. Mint vállalkozó, hogyan próbál előre menekülni a velepékség? Sajnos nekünk, miután saját boltozatunk van, és bennünket nem csak a belapégséget, nem csak a sütőipari szakmunkás minimálbéremelés, hanem a boltban a dolgozóknak a minimálbérelés érint, tehát több mint 50 dolgozót jelent. Na most ez a változás szakmunkásonként 33 ezer forint többet költséget jelent dolgozónként. Ha ezt most beszorozzuk az 50-nel, akkor nagyon könnyen kiszámolható, hogy ez közel 1,5 millió forint többet költséget jelent a cégünknél,
Emiatt mi már január 1-én kénytelenek voltunk meglépni az áremelést differenciáltan, tehát nyilván azokat a termékeket, amelyeket jobban keresik a vevők, az kevésbé, de a munkaigényesebb, egészséges táplálkozású termékeknek a többletköltség növekedését kénytelenek voltunk magasabbra árazni. Akkor a PIK Szövetségnek van még mit dolgoznia az érdekképviseletben. Nagyon Lakatos Tibor, nagyon köszönöm, hogy befáradt hozzánk ma este. Én is köszönöm szépen.